kétszintes tornaterem épül a megnövekedett létszámú Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és Gimnáziumban. Emellett egy közösségfejlesztő programra is nyert forrást az intézmény. A részleteket sajtótájékoztatón ismertették. Rozmán Éva, az iskola igazgatója köszöntőjében kiemelte, az intézmény jó eredményeket ér el, az ország katolikus középiskoláinak rangsorában a harmadik helyet foglalja el. Hozzátette, a 21. század iskolájában szükséges a megfelelő környezet kialakítása is. Pályázati támogatással egy korszerű, kétszintes tornatermet építenek, mely minden igénynek megfelel. 137 millió forintos beruházás lesz az iskolánkban. A másik pályázatunk pedig a iskolánk diákjainak, tanárainak, a szűkebb környezetének társadalmi szerepvállalását erősíteni, abban ad segítséget, hogy minél inkább bevonódjunk a közösség, a szűkebb környezetünk közösségének életében. Az intézményben fejlesztik még a természettudományos és informatikai eszközparkot is. Sanda Tamás államtitkár a tájékoztatón elmondta, Heves megye fejlesztéseinek összege meghaladja a 26 milliárd forintot az emberi erőforrás fejlesztési operatív program kapcsán. Az emberi erőforrás fejlesztési operatív programnak a középpontjában az ember áll. Minden fejlesztésünk az embereknek az életminőségét próbálják megsegíteni, és ahhoz járul hozzá, hogy Magyarország tovább erősödjön. Itt ugye egy közösségépítési program zajlik ebben az intézményben, ahol most vagyunk. Miért fontos a közösségeknek az ilyen építése, generálása ezeknek a programoknak? A közösségek megerősödésével tudjuk Magyarországot tovább erősíteni. Egy közösséghez tartozó ember tudja, hogy biztonságban van, tudja azt, hogy számíthat másokra, és képes összekapaszkodni a hozzá hasonlókkal, a vele egyidősekkel, vagy azonos érdeklődési körre rendelkezőkkel, és közösen tenni egy olyan célért, aminek nemzetstratégiai jelentősége is lehet. Habis László, Eger polgármestere úgy fogalmazott, korábban a város működtette az intézményt, és jó döntésnek bizonyult, hogy a főegyházmegye fenntartásába adta az önkormányzat. A most induló beruházások pedig az egész közösség számára értéket teremtenek. Egy olyan jelentős fejlesztés előtt áll, amelyik elsősorban a mindennapos testnevelés, de az oktatás szinte minden szegmensét érintő beruházás lesz, és ez fontos a város polgárai számára, a térség polgárai számára, hiszen meggyőződésem, hogy az oktatásba, az iskolarendszerbe fektetett pénz az a jövőbe vetett hitet is tükrözi, és a legjobb investíció. Ficek László, az Egri főegyházmegye helynöke, érseki irodaigazgató köszönetét fejezte ki a kormányzatnak a jelentős támogatásért. Kiemelte, a fejlesztés segíti az értékteremtő munkát, hiszen a sport, a játék élményt ad és közösséget is épít, és ez azért is lényeges, mert a nemzet jövője szempontjából az egyik legfontosabb terület az oktatás.